Tavaly nyáron még üres volt a közel 23 millió forintból felújított két orvosi rendelő a Szent István utcán. Ma már hangulatos festéssel, modern bútorokkal és korszerű orvostechnikai eszközökkel várják a betegeket, a körzethez tartozó több mint 20 ezer városlakót. Az itt rendelő Sóz Zoltán egy szombati rendezvény keretében mutatta meg az épületet stábunknak. A két nagy szakrendelő mellett egy prevenciós célokat szolgáló helységet is kialakítottak. Az alaprendelési tevékenység mellett is megvalósítható, és a jövőben is ebbe az irányba mutat az alapellátás fejlődése. Megvalósítható egy dietetikus tanácsadás, egy gyógytornász személyi torna, ott tudunk külön akár egy vérvételi alkalmat, egy szűrőnapot tartani. De a COVID veszélyhelyzet során meg igazából nagyon jó szolgálatot tett, hogy volt egy olyan elkülöníthető helyiségünk, ahol azokat a betegeket tudtuk megvizsgálni, akiket esetleg probléma merült föl, vagy kérdéses volt, hogy az ő esetükben felmerül-e a COVID megbetegedésnek a gyanúja. 5 igazolt koronavírusos beteget találtak. A házi orvos elmondta, a vírusok elkerülése érdekében is fontos, hogy odafigyeljünk egészségünkre, és bizonyos szűréseket rendszeresen elvégezzünk. Egy ilyen szűrőnap során is számos problémára fény derülhet. Itt az EKG-n mutat egy kis eltérést. Van valamilyen ismert szívbetegsége? Csak az? Kardiológiára nem szokott járni? Házi orvoshoz tessék szívesen elmenni, és meg tetszik mondani, hogy egy ilyen szűrővizsgálaton javasolták az EKG készítését. A két nyíregyházi praxis közösség összefogása és a közös pályázati tevékenységek eredménye jó példa lehet az ország bármely településének. Meggyőződésem, hogy az a kormányzati szándék, miszerint egy ilyen irányba szeretne elmenni az alapellátás vonatkozásban, hogy orvoscsoport dolgozzon együtt szakszemélyzettel, jobb felszereléssel, magasabb szintű ellátással, hogy otthon gyógyuljanak a betegek, ez egy nagyon kiváló kezdeményezés, és biztos vagyok benne, hogy ha összejönnek a tapasztalatok, akkor a kormányzatnak amennyiben erre lesz forrás, ezt a vonalat és ezt az utat támogatni fogja. A praxis közösség további különlegessége, hogy ilyen összetétel nincs még egy az országban. Az elvárás, hogy 5-6 orvos legyen egy közösségben, a nyíregyháziban azonban 10 van, ebből 7 gyermekorvos. Hiszen az egészségnevelést nem akkor kell elkezdeni, amikor kiderül egy-egy betegség, hanem már gyermekkorban érdemes erre kiemelt figyelmet fordítani.